A fehérmezes fővárosiak kezdték jobban a mérkőzést, hiszen Lencse László egy végletekig kijátszott támadás végén szerezte meg a vezetést a 15. percben. A csabaiak gyorsan válaszoltak, 6 perccel később egy hazai szögletet követően Szalai Dániel fejelt a vendégek kapujába. A házigazda lendületbe jött, és a 35. percben Kovács Ádám pontos lövése után már a Békés Csaba volt előnyben. Egy lehetőség, Kovács gól! A 35. perc végén Kovács nagyon jól találja el jobb belsővel a labdát. Az MTK a félidő folytatásában nem tudott nagyobb helyzetet kidolgozni, így a Lilák 2-1-re vezettek a szünetben. A második félidő elején 2 gólosra is nőhetett volna a hazaiak előnye, de Szél Pál Norbert fejesét Bese Balázs bravúrral védte. Az MTK az 59. percben egyenlített, egy gyors ellentámadást Vas Patrik fejezett be góllal. A Békés Csaba ezt követően is támadásban maradt. A 65. percben Király Patrik 17 méteres lövésével ismét a hazai csapat állt jobban. Király a bal lábán, és az azt jelenti, hogy gól! 17 méterről Király újra megszerzi a vezetést a csabaiaknak egy remek kombináció végén. Az utolsó 20 percben az MTK birtokolta többet a labdát, a legnagyobb helyzet Lencse nevéhez fűződött, de Uram János védte a lövést a 82. percben. A csabaiak a hajrában nem tudták megtartani az előnyüket, Bognár beadása után Simon András fejelt a jobb alsó sarokba és alakította ki a 3-3-as végeredményt. Nem úgy jöttünk ide, hogy sima győzelmet arathatunk. Láttuk a Békés Csaba mérkőzéseit és azt, hogy jó támadó játékot mutat be. Nekünk az a stílusunk, hogy harcosan játszunk, próbálunk labdát szerezni és gyorsan támadni. Ma gyengék voltunk védekezésben, ezért sok gólt kaptunk, így pedig nem nyerhettük meg a mérkőzést, fogalmazott az MTK vezetőedzője. A csabaiak szakvezetője értékelésében elmondta, hogy elégedett csapata játékával, hiszen mindent megtett a győzelmért ezen az estén. Úgy gondolom, hogy a mai nap büszke lehetek a csapatomra, hiszen győzelemre játszottunk, szerettünk volna nyerni, sajnos ez nem sikerült, de a mai nap a játékosok teljesítményét nézve nem kell szomorkodnunk. Ha ezt az utat választjuk, hogy próbálunk futballozni, akkor nagyon sok jó mérkőzést tudunk játszani. Hát nekünk nagyon fontos, hogy a közönség is visszajöjjön és szurkoljon így, ahogy a mai nap tette. A szurkolók a mérkőzést követően nem csak a jelen csapatát, hanem az 1993-94-es szezonban bajnoki bronzérmes együttest is ünnepelhették. A Pásztor József vezette csapat tagjai Lantos Gábor sportriporter segítségével idézték fel a 25 évvel ezelőtti eseményeket.